Jó estét kívánok, boldog új évet kívánok minden kedves nézőnknek! Idei első híradónkban a 2018-as esztendő legérdekesebb eseményeire tekintünk vissza. Stábunk igyekezett önöknek összegyűjteni minden hónap egy-egy különleges hírét. Tartsanak velünk! 9,5 milliárd forintból bővül a hagymatikum. Elsöprő fölénnyel nyert az országgyűlési választásokon Lázár János és a Fidesz. Átadták a 130 millió forintból megújult levéltárat. Mintegy 9,5 milliárd forintos támogatást ítélt oda a kormány a hagymatikum fürdő bővítésére és egy új uszoda építésére. A Makovec iroda által elkészített tervek alapján tavaly januárban Farkas Éva Erzsébet polgármestert, Lázár János országgyűlési képviselőt, a tervezők és a fürdő igazgatója Gergely Gábor vezették végig egy térkép segítségével a komplexumban, megtekintve a jövőbeni fejlesztések helyszíneit. Azóta kiderült, a Makovec stílusú oszoda máshol kap helyet és egy 100 szobás szálloda is épül. Csúszda torony pedig itt, de pont amit a hátam, itt lesz. A vécéhelyen. Mondjuk igen, és a mögött hátul lesznek a maguk a csúszdák elhelyezve, abban a sarokban ott. Igen. És itt van a beruházás. A gyerekeim azt mondják, hogy csúszda nélkül nincsen fürdő. És a gyerek, mint fogyasztó a legfontosabb és leghatékonyabb, így van, ezt tudom mondani. Az eseményen kiderült, fogyasztóból és vendégből nincs hiány. A létesítmény kapacitása lassan eléri a maximumot, ezért is fontos a bővítés. Folyamatosan növekszik a látogatottság, folyamatosan tapasztalhatjuk azt, hogy mind a szolgáltatások bővültek éppen a hagymatikum gyógyfürdő beruházásának köszönhetően, illetve mind a szállásadók, mind a vendéglátó egységek bővültek az elmúlt 2-3 évben a városban. A 9,5 milliárd forintos beruházással kapcsolatosan egyeztetés történt a mai napon, miniszterúrral, illetve a MAKON a tervezőirodával, és bízunk abban, hogy a közbeszerzési eljárást minél hamarabb el tudjuk indítani. Lázár János országgyűlési képviselő a tájékoztató keretében mindehez azt is hozzátette. Az említett indokok mellett, mint építésügyért is felelős miniszter, fontosnak tartja, hogy Makovec Imre építész azon tervei, amelyek félbe maradtak, megvalósuljanak. Valamint hangsúlyozta, a hagymatikum fejlesztése gazdasági kérdés is. Ez a fürdő ezzel a bővítéssel és fejlesztéssel hasznot fog hozni, profitábilisan lesz üzemeltető, és Makó városát fölteszi a magyar turizmus térképére. Itt több dolog találkozik egymással, hiszen a magyar kormány és a magyar gazdaság fejlesztésével foglalkozók úgy gondolják, hogy a következő években a turizmus GDP aránya növekedni fog, és a kelet-magyarországi területeknek van lehetősége a turizmusban részt venni, és hogy turisztikai célpontokká válhatnak. Makó egy potenciális lehetőség, hogy turisztikai célponttá váljon a következő években, vagy a következő évtizedekben. Éppen ezért végül mintegy 9,5 milliárd forint támogatást ítélt oda a kormány a fürdő fejlesztésére, amely már tartalmazza a tervezői művezetést és az új parkolók kialakításához szükséges telekvásárlásokat is. Alapvetően családi és élményzónával, csúszdaparkkal, bel- és kültéri élménytérrel, nyári öltözőkkel és ételudvarral bővül a hagymatikum. Valamint egy a FINA előírásoknak megfelelő 33 méteres uszoda létesítményt is építenek. A beruházás egyik különlegessége a Makovec Imre által megálmodott Atlantis világ lesz, amely összesen 700 négyzetméteren kap majd helyet. Ez egy mesterséges táj, egy fantázia táj, amelyhez egy kitűnő szobrászt kértem fel, hogy valósítsa meg. És megkértem egy egészen kiváló díszlettervező, nem is tudom, hogy mit kell mondani, Horgas Pétert, a szobrász nevét nem mondtam, Vanyúr István, hogy ennek az egész játéknak a világítását, zenéjét, hangosítását találja ki olyan módon, hogy önmagában is, statikusan is gyönyörű legyen, vagy elbűvölő, vagy rémítő, vagy amit akarunk, de tudjon változni is. Ha minden az ütemterv szerint halad, akkor 2020-ban már az új fürdőkomplexumban csobbanhatnak a látogatók. Két évtizeddel a megépítése után régi új pompájában tündököl Makovec Imre Kossuth díjas építész első makói építménye, a Hagymaház. A kultúra templomának teljes körű felújítása mintegy 130 millió forintból, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Makovec Imre alapból került megvalósításra, és 2018. februárjában adták át. Farkas Éva Erzsébet polgármester és Lázár János országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjét követően a nagy érdemű három fúvós zenekar ünnepi műsorát hallgathatta meg.
A Makovec Imre által megálmodott hagymaház 1998-ban került átadásra, 20 év elteltével pedig most újjászületését ünnepelték. Ez az organikus, négytornyú építmény nem csupán színház, közösségi tér is. Az irodalom, a zene, a művészetek kedvelőinek fontos találkozóhelye. Egy olyan épület, amely nem csak tégla, beton, fa és üveg, hanem egy olyan tér, melynek a sok ide látogató, kultúrát kedvelő ember miatt lelke van. Együtt lélegzik a várossal, hangzott el az átadó ünnepségen. Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntőjében kiemelte, ezen alkalommal arra az alkotóra emlékezünk, aki organikus épületei révén számtalan művet adott Magyarországnak, a Kárpát-medencének, sőt egész Európának. Városunkat 12 remek művel ajándékozta meg, 10 középület és 2 közterület valósult meg a tervei alapján. Hozzátette, Makót szeretettel teli gyöngyszemnek tartotta, utolsó befejezetlen művét is a marosparti településnek ajándékozta. Makói identitásunkat és annak jövőjét nagy mértékben határozhatja meg a makoveci örökségünk őrzése, gondozása és ápolása. A magyar kormány ezen épített örökségünk támogatásának köszönhetően, és országgyűlési képviselőnknek, Lázár János miniszter úrnak köszönhetően, segítő munkájának köszönhetően 4 épület fejlesztése és építése indulhatott meg az elmúlt években városunkban. A hagymaház felújítására, a Págermozi és rendezvényház megújulására és bővítésére, a József Attila Városi Könyvtár és tér rehabilitációjára, valamint a mester utolsó nagy álmának, a hagymatikum gyógyfürdő befejezésére, összesen 13,2 milliárd forintos támogatást biztosított kormányunk. A hagymaház teljes körű felújítása mintegy 130 millió forintból az Emberi Erőforrások Minisztériuma pártfogásával a Makovec Imre alapból került megvalósításra. Az ünnepségen Lázár János, a térség országgyűlési képviselője, miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett, aki gratulált a makóiaknak a kultúra templomának újjászületéséhez. Mindenek előtt szeretném megköszönni a kormány nevében a lehetőséget, hogy a magyar adófizetők támogathatták Makóváros törekvéseit Makovec Imre építészeti örökségének megőrzésében, de az igazi köszönet azoknak a makóiaknak jár, akik fontosnak tartották, hogy amikor Makó épül, akkor Makovec Imre építse. Az ünnepélyre ellátogatott Makovec Pál, az építész fia is, aki stábunknak elárulta, Makó fontos volt édesapjának, nagyon szerette a várost. Mint mondta, a közeli Mártéi nyaralójuktól sokat jártak át a Maros mellé, így jól emlékszik még a hagymaház építésének az időszakára is. Azt gondolom, hogy az a program, amit a kormány elindított, az mindenképpen egy párját ritkító kezdeményezés, ezért nagyon hálásak vagyunk. Egy elképesztő gazdag életmű maradt utána, körülbelül 300 megépült épületről beszélhetünk, és körülbelül ugyanennyi meg nem épült épületről. Így ennek az ápolása azt gondolom, hogy kétségkívül nemzeti érdek, de hogy ezt egy kormány ilyen mértékben és ilyen intenzitással felvállalja, ez valóban ritka. Makovec Pál nem egyedül érkezett a hagymaházba, magával hozta növendékeit is, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium fúvós zenekarát. A műsort rajtuk kívül még Gábor Nagy Árpád vezényletével a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara, valamint dr. Csikota József irányításával a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara és a Makói Magánzeneiskola Egyesített Koncert fúvós zenekara tették meghittebbé. Az átadó ünnepségről készült hosszabb összefoglalónkat szerda este tűzzük műsorra a híradó után. Hibának tartom azt, ha valaki úgy akar megnyerni egy választást, hogy a másikat szidja. Ez nem program, ettől még nem fog bővülni a hagymatikum gyógyfürdő, nem lehet fizetést emelni és vállalkozásokat támogatni. Jelentette ki Lázár János országgyűlési képviselő márciusi Makói Fórumán az április 8-ai választásokat megelőző kampányban. Azt is kiemelte, a voksolás tétje a haza szempontjából is sorsdöntő. Lázár János az április 8-ai voksolás kapcsán munkájával kampányol, és a jövőben is ezt tudja ajánlani. A miniszter hangsúlyozta, amit Makó eddig elért, az közös eredmény, az együttműködés gyümölcse. Hibának tartja, ha valaki úgy akar megnyerni egy választást, hogy nem a programjáról beszél, hanem a másikat szidja. Mint mondta, ez túl szegény közösség ahhoz, hogy még a széthúzást is megengedjék maguknak az itt élők.
Az országgyűlési képviselő szerint a rendszerváltás óta egyetlen kormány sem karolta fel Magyarországnak ezt a régióját úgy, ahogyan azt az utóbbi években tették. Személyes feladatának tekinti, hogy megértesse a parlamentben, hogy az ország keleti része tartalék, érdemes ide investálni. Azt ígérte, amennyiben elnyeri a választópolgárok bizalmát, továbbra is segítséget nyújt az ötletek megvalósításához, így a kiszombori elkerülő út megépítéséhez is, mely tehermentesíteni a várost az átmenő forgalomtól. Ez ugye egy elmaradt beruházás, tehát amiről már van kormánydöntés, az a makói fürdőbővítés mondjuk 10 milliárd forint értékben, amire van kormányzati szándék, hogyha szállodát akar valaki építeni Makón, ahhoz tudunk támogatást adni. Megvizsgáltattuk, hogy a turizmusban van-e fantázia Makó városában, és arra jutottunk, hogy a turizmusban Makó egy tartalékot jelent Magyarország szempontjából, tehát Makó egy tartalék Magyarország szempontjából, és ezt a tartalékot kell kiaknázni, és akkor itt ez az elkerülő út, ami élhetőbbé teszi a városnak egy jelentős részét, erre is készek vagyunk szövetkezni, és készek vagyunk ebben a kérdésben is együttműködni. A miniszter hozzátette, Makó egy regionális centrum lehet. Úgy fogalmazott, Szeged és Hódmezővásárhely után a marosparti településnek kell a legerősebbnek lennie Csongrád megyében. Ehhez viszont az is kell, hogy Makón ne csak születni, hanem élni is érdemes legyen. Fontos eredménynek tekinti, hogy a városban radikálisan csökkent a munkanélküliség. Mint mondta, ma már mindenki, aki akar, az tud dolgozni. A jövő nagy feladatának a családok támogatását, a munkabérek emelését, a gyermekek után járó adókedvezmények megtartását és a személyi jövedelemadó csökkentését tartja. Ezeket patika mérlegen kell, kockás papíron le kell vezetni. Ezek olyan súlyú tételek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a politikai ideológiák, a világnézeti meggyőződés, a politikai elköteleződés, de hát az ember nem lehet saját magának ellensége, mégis meg kell nézni, hogy mikor mennyi a személyi jövedelemadó, mikor kell fizetni a gyerek után adót, és mikor nem. 2002-ig nem kellett, 2002 és 2010 között igenis megadóztatták azt, aki dolgozik és gyereket nevel, nem kaptak adókedvezményeket. 1 millió ember nem volt hajlandó semmilyen adót fizetni 2002 és 2010 között, a maradék 2,5 milliónak kellett helyette is adót fizetni. Ezek nagyon komoly tételek, amiket az embernek egyszerűen józan ész, józan paraszti megfontolás alapján kell mérlegre tennie a saját személyes kasszája, jövője és a család gazdálkodása szempontjából. Lázár János azt is kiemelte, míg április 8-án személyes ügyként az adórendszerről hozhatunk döntést, addig a hazaügye szempontjából a bevándorlással kell véleményt formálnunk, annak minden következményével együtt. Lázár Jánosnak április 8-án nagy arányú bizalmat szavaztak a térség választópolgárai, közel 30 ezeren támogatták. Az újonnan megválasztott országgyűlési képviselő televíziónknak adott interjújában hangsúlyozta, hogy Makó előtt nyitva áll a fejlesztés kapuja, és ennek megvalósítását közös munkával szeretné elérni, mindemellett a kis településekre az eddigieknél is nagyobb figyelmet kíván fordítani. A Fidesz-KDNP elsöprő példátlan politikai sikerének könyvelte el Lázár János az április 8-ai választás eredményét, országosan és a választókerületben egyaránt. Véleménye szerint a szavazók ezzel kimondták, hogy stabil kormányt szeretnének és egy olyan jövőt, amelyben jól és biztonságosan érezhetik magukat. Hozzátette, hogy ez azonban mértékletességre és alázatosságra inti a győztes felet, hiszen mindenkit képviselniük kell. Személy szerint ezért is ajánlott együttműködést politikai ellenfeleinek. Az MSZP párbeszéd volt jelöltjével, Rója Istvánnal, mint elmondta, már találkozott is, úgy fogalmazott, őszintén és nyíltan tudtak beszélni egymással. Makó és a Makó környékbeliek nincsenek olyan jómódúak és nincsenek olyan gazdagok, hogy azt a luxust megengedjük magunknak, hogy az értelmes emberekről lemondunk. Ezért nagyon fontosnak tartottam, hogy találkozzam a Fidesz frakcióval és a polgármesterrel. Találkoztam Rója Istvánnal, és szervezem a találkozást Kis Attila jobbikos képviselőjelölttel is, és Mucsi Tamással, a DK vezetőjével is leszeretnék ülni. Szeretnék mindenkit megkérdezni arról, hogy mit kellene tennem képviselőként, milyen feladatokat szánnak nekem, mit várnak el tőlem. Tehát szeretnék minél több embert bevonni ebbe a munkába, és nem kirekeszteni bárkit is csak azért, mert másképp gondolkodik. Mert azt gondolom, hogy aki Makónél, az elsősorban makói, és csak utána fideszes, jobbikos vagy szocialista. Tehát mindenkinek az a fontos, hogy Makón az élet jobb legyen, és ehhez szeretném integrálni a helyi erőket. Tehát nem megosztó politikában gondolkodom, hanem integráló politikában gondolkodom. Lázár János kiemelte, hogy Makón kitüntetett bizalmat kapott, hiszen közel 3000-rel többen voksoltak rá most, mint 2014-ben.
Úgy véli, hogy bár a város az elmúlt 4 év kormányzásának nagy nyertese volt, a következő időszak nagy meglepetése is lehet. Részesülhet komoly kormányzati támogatásban, nyitva van a kapu a fejlesztések és az elképzelések megvalósítása előtt, de én sehol nem tudom megmondani, hogy mit kell csinálni. Én abban lehetek jó szövetséges, hogyha a közösség, a település eldönti, hogy mit kell csinálni, mi az, ami neki jó, és abban kér tőlem segítséget, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Senki helyett nem akarom megmondani, hogy ott mi történjen. Nem akarok beleszólni a makóiak belső életébe, a kövegyiek, királyhegyesiek vagy a kiszombóriak életébe. Minden közösségnek magának kell eldönteni, hogy mit szeretne csinálni, és én ebben fogok megpróbálni segítséget nyújtani. Ezért fogok találkozni a képviselőtestületekkel, ezért fogok minél többet közösségekkel és emberekkel is beszélni arról, hogy hogyan lehetnek ezek a települések még jobbak, hogyan lehet őket jobbá tenni. Ez a célkitűzés, ez a terv, de Makó előtt nyitva a kapu, és Makón valóban példátlan nagy bizalmat kapta, ami óriási felelősség, meg is fogom szolgálni ezt a bizalmat, és nagyon remélem, hogy a közös munkánk eredményes lesz. Az országgyűlési képviselő televízióknak elmondta, pontosan ezért egy gesztus téve a makóiak felé, hamarosan a Marosparti településen veszi át mandátumát ünnepélyes keretek között. Ezt követően pedig a parlamentben és a választókerületben is megkezdi munkáját annak érdekében, hogy a térségben, sőt az egész országban egy olyan előrelépést tudjanak tenni, mellyel hazánk több évtized után végre felzárkózhat a nyugati életminőséghez. A helyi televíziók országos egyesülete a helyi értékdíj fődíjával jutalmazta a Makói Városi Televízió, ami egy vonóban rejlik című alkotását tavaly májusban. Ezzel a magyar csanádi Mezei József főszereplésével készült dokumentumfilm immáron 3. alkalommal hozott el országos és nemzetközi szintű elismerést. A helyi televíziók országos egyesülete Hajdúszoboszlón tartotta a hagyományos tavaszi találkozóját, ahol a helyi értékdíjakat is átadták. Számos nevezés érkezett idén híradós műsorszám, tematikus magazin és dokumentumfilm egész estés film kategóriákban. Utóbbiban a Makói Városi Televízió az Ami egy vonóban rejlik című alkotását mérettette meg. Ma a magyar történelem hétköznapjait úgy dolgozzák fel ezek a dokumentumfilmek, ahogy ez el is hangzott az értékelésben, hogy majd a mi gyermekeink meg unokáink ezekből tanulják azt meg, hogy az ő szüleik, nagyszüleik mely korban, hogy éltek, mi jellemezte ezt a kort. Ezek olyan kordokumentumok, amelyek nemzeti értékek. A 3 fő szakmai zsűri idén a magyar csanádi hátrányos helyzetű, roma családból származó, Mezei József ifjú hegedűművész bemutató alkotást jutalmazta kategóriájában a helyi értékdíj fődíjával. Az ünnepélyes gála esten Nagy Dániel szerkesztő riporter és Magyar Andor operatőrvágó vették át az elismerést. A zsűri értékelése szerint a filmben minden benne van, amire díjat lehet adni. Nagyon örültem ennek a filmnek, megmondom nektek őszintén, hogy szerintem ritkán mond ilyet egy zsűritag vagy egy zsűri elnök, hogy ebbe a filmben minden a helyén volt. Tehát ennek nagyon örültem. Nagyon érdekes az, amikor alkotó ember szurkol egy másik alkotó csapatnak, hogy csak el ne rontsák. Én szerintem ez a film sokkal többet tett a cigányság, a roma lakosság integrációjáért, mint számtalan olyan program, amit manapság indítanak. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan film lesz, amit majd évek múlva, évtizedek múlva, amikor Mezei Józsi világhírű hegedűművész lesz, így fognak elővenni, hogy ez volt az első film, aki megmutatta a világnak Mezei Józsit. Ezzel az Ami egy vonóban rejlik című alkotást a Közép-Európai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál első helyét és a Média Tehetségekért díjat követően immáron 3. alkalommal jutalmazták rangos elismeréssel. Dr. Keresztúriné Kis Istok Díma, a Makói Városi Televízió ügyvezetője kiemelte, a stúdió életében 2015 évelejével nagy változások léptek életbe, azóta számos új munkatárs van, akik évről évre megmérettetik egy-egy versenyen magukat. Az elmúlt 3 esztendőben 6 olyan díjat hozott el a Makói Városi Televízió csapata, amely országos és nemzetközi szintű. Azonban a szakmai elismerések mellett fontos számomra is, és természetesen a munkatársaim számára is, hogy elsősorban a makói lakosokat és a térség nézőit szolgáljuk ki. Hozzátette, annak is köszönhető, hogy egyre többen nézik a televíziót, hogy az Invitel után már a Magyar Telekomnál is foghatóak az adások. Ez összességében mintegy 160 ezer háztartás jelent, de az elmúlt évben a Facebookon is sikerült jelentősen növelni a követők számát.
A világ nem vette komolyan a magyar ügyet 1920-ban, és azóta sem, pedig minden európainak emlékeznie kellene. Emelte ki beszédében Lázár János országgyűlési képviselő júniusban a Trianon emlékmű avatásán, melynek a belvárosi református templom és annak udvara adott otthont. Az eseményen felszólalt Farkas Éva Erzsébet polgármester, Kondrát Zoltán elnök lelkész és Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Justice for Hungary, azaz igazságot Magyarországnak, hirdette a figyelemfelhívó felirat annak a két bátor magyar férfinak a repülőgépén, akik az Egyesült Államok keleti partjáról indulva átkeltek az Atlanti-óceánon, hogy Magyarországon landolhassanak. Endres György és Magyar Sándor 87 évvel ezelőtt a trianoni békediktátum igazságtalansága ellen tiltakoztak, ám a világ nem figyelt oda rájuk, ahogyan azóta sem vették komolyan a magyar ügyet. Emelte ki az emlékmű avatásán beszédében Lázár János, aki hozzátette, méltón kellene emlékeznie erre minden európainak és nem csak a magyaroknak. Hogy az emlékezés mindig nehéz, főleg akkor, hogyha az emlékezéssel szemben az első elvárásunk, hogy az emlékezés bocsánat kéréssel kezdődjön. Márpedig a legtöbb európai államnak, legyen bár a szomszédunkban, vagy az úgynevezett Mag-Európában, ezzel kellene kezdenie a Trianonra, az első világháborút lezáró békediktátumra való emlékezést bocsánat kéréssel kellene kezdeni, és jóvá tétellel kellene kezdeni. Lázár János arra is utalt, hogy abban az időben nem csak külföldről támadták Magyarországot, hanem az akkori baloldaliak is elárulták. Ez a két dolog együttesen vezetett a tragédia bekövetkezéséhez. Farkas Éva Erzsébet polgármester tőle átvéve a szót hangsúlyozta. Az 1920-ban meghozott döntés a mai napig befolyásolja életünket. Városunk számára a trianoni szerződés törést jelentett. Mind gazdaságilag, mind társadalmilag. A döntés sokkolta közösségünket is. Nagyszüleink, dédszüleink konok igazságérzete, lelkiismerete nem tudta elfogadni, hogy a béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919-es 20-as párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjéről döntöttek és rendelkeztek. Emelte ki a polgármester, majd azt is hozzátette. A városi levéltárban található leíratok arról tanúskodtak, a makóiak sohasem fogadták el a történelmi igazságtalanságot. Az eseményen Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Majd a közadakozásból Pető Zsuzsanna képzőművész tervei alapján készült Trianon emlékművet, Kondrát Zoltán avatóbeszédét követően Zán Fábián Sándor, valamint a Belvárosi Református Egyházközség nevében Kondrát Márta leplezték le. A városban lévő fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek megsegítésére, az Erzsébetház felújítására és a Bogárzói templom restaurálására ajánlotta fel Farkas Éva Erzsébet polgármester a jubileumi jutalmát tavaly júliusban. Az adományozó dokumentumot ünnepélyes keretek között a díszteremben vehették át az érintett civil szervezetek. Idén 30 éve annak, hogy Farkas Éva Erzsébet polgármester közszolgálati munkát, szolgálatot lát el Makón és térségében. Így a jubileum kapcsán törvény szerint 3 havi illetményének megfelelő összegű jutalom illeti meg. A legutóbbi rendes testületi ülésen azonban ezt az összeget bruttó 2 millió forintot jótékony célokra ajánlotta fel a polgármester. 4 olyan egyesület működik a városunkban, akiknek most a képviselői jelen vannak, és nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket a mai napon, akiknek egyrészt az egyesületüknek vagy szervezetüknek a működéséhez, illetve programjaiknak a megvalósításához szeretnék ezzel az összeggel csatlakozni. Nyilván ezek nem olyan nagy összegek, amelyeket az egyesületek, illetve a civil szervezetek ne tudnának hasznosítani. Bízom abban, hogy ez is jelzésértékű, hogy számunkra ugyanolyan fontosak ezek a fogyatékkal élő közösségek itt a városunkban,
mint az összes többi civil szervezet, illetve művészeti vagy sportegyesület, sportközösség. A felajánlott összegből részesül az Angyal Sóhaj Alapítvány, a Makói Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége, valamint a Vakok és Gyengénlátók Csongrád megyei egyesülete, illetve a Szivárványon Túl Alapítvány és a Makóváros Fejlődéséért Alapítvány. Stábunk megkérdezte a civil szervezetek képviselőit, hogy mire fordítják az összeget. Az Erzsébet házban egy olyan közösségi teret szeretnénk létrehozni, amelyben sérült fiatal felnőtteknek és családjuknak szeretnénk segítséget nyújtani. Napi foglalkoztatások és fejlesztések keretében elsősorban az ingatlannak az építészeti átalakítását, felújítását tervezzük az ősszel, illetőleg eszközöket szeretnénk vásárolni, amelyel szakemberek segítségével foglalkoztatások keretében tudjuk fejleszteni a fiatalokat. És ezt az összeget fele részben szeretnénk a kirándulásunkra, megyünk Magyar Hertelendre és a hertelendi kirándulásra fordítani. A másik felét pedig, mivel az idén 30 éves az klubunk, az születésnapi megünneplésre szeretnénk fordítani. Az egy év alatt sikerült a Maxi Mozgáskotta fejlesztő eszközt megszereznünk, és a célunk az volt, hogy ingyenesen tudjuk biztosítani a családoknak. Ezzel az összeggel egy darabig biztos, hogy tudjuk ezt biztosítani, úgyhogy nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Személyenként nem mindenki tud megvenni saját pénzéből, és akkor volna egy olyan eszközünk, ilyen nagyító, elemmel működő, tehát világító is, és akkor azt időnként megkaphatná egy-egy tagunk, ez nagyon nagy segítség volna. Közel 1 millió forint van a számlánkon, a polgármesteri ajándékkal együtt, és reméljük, hogy még mások is csatlakoznak, ki milyen összeggel tud, és akkor renoválásra kerül a Bogárzói templom. Ez a célunk, erre szeretnénk fordítani. Az adományozó dokumentumokat a Városháza dísztermében ünnepélyes keretek között vehették át és írták alá az érintett szervezetek képviselői. Mindig meg kell újulni, mert ami ma elég, az holnap kevés, holnap után pedig már nem elég. Ez a mottója Tóth Istvánnak, a Walker Kft. Ügyvezetőjének, a város új díszpolgárának. A díjat Farkas Éva Erzsébet polgármester és Lázár János országgyűlési képviselő adták át az ügyvezetőnek. Makóváros önkormányzata a Makóváros díszpolgára kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport vagy egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város hírnevének öregbítése érdekében húzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodnak. Maradandó alkotásaikkal elősegítették a város fejlődését, a lakók anyagi és szellemi jólétének gyarapodását. A díjat minden évben ünnepélyes keretek között államalapításunk ünnepén nyújtják át a kitüntetetnek. Mai napon Szent István királyunk mellett egy másik Istvánt is ünneplünk és tisztelettel köszöntünk, aki városunk életében meghatározó társadalmi, gazdasági és kulturális értékeket alapozott meg. Mindannyiunk számára. Tóth István a Walker Kft. Ügyvezető igazgatója. Több évtizede köztiszteletben álló vállalkozó, építő, városi és közösségi értékeket teremtő, s valahol a csend embere is egyben. Tóth István 1946. augusztus 5-én Kübekházán született. 1963-ban a Makói Vas és Fémipari Szövetkezetben állt munkába, ahol csoport és üzemvezetőként irányította a mezőgazdasági gépalkatrészgyártást. A szövetkezet felszámolás után 15 tulajdonos társával 1992. augusztus 1-én megalapította a Walker Kft.-t. Az akkori 23 főt foglalkoztató cég mára már közel 500 fős létszámmal működik. Kandallóik elismertek a német, az angol, a dán és a hazai piacokon. Az évek alatt a Kft. Makó és térségének az egyik legnagyobb teljes egészében magyar tulajdonú cégévé fejlődött.
16 esztendeje szervezi a Kemencés és Hagymás Grill Fesztivált, mely széles körben ismert gasztronómiai fesztiválán nőtte ki magát. Miután átvette díszpolgári címét, az ügyvezető meghatódva mesélt díjáról. Amikor 1950-ben el kellett költözni Kübekházáról, akkor nagyon reménykedtem, hogy na majd ez a város befogad. A anyai nagyanyámék laktak itten, és azokhoz kellett költözni. És akkor még álmodni sem mertem arról, hogy na, én valahol majd ennek a városnak a díszpolgára leszek. De mindig a szüleim arra tanítottak, hogy ilyen becsületesen dolgozzá, és meg lesz az eredménye. Hát én amit tettem, megtettem a városért, dolgoztam mindig, és meg lett az eredménye. A díszpolgár 15 éven keresztül elnöki tisztséget töltött be a Marosmenti Vállalkozók Szövetségében, 3 éve pedig a Makói Kézilabdaklub elnöke és egyben a Makovesz Bizottság tagja, az Angyal Sóhaj Alapítvány mecénás díjasa. Többször kitüntette már a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2017-ben a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje díjjal ismerték el. Mint arról korábban már beszámoltunk, közel egy éve dédelgetett álom vált valóra nemrégiben. Kerekes Éva makói hegymászó és társa, Herceg Angelika 8163 méter magasba törtek, és szerencsésen fel is jutottak a Szellemhegy, azaz a Manaslu tetejére. Ezzel ők lettek az első magyar nők, akik ezt az emberfeletti próbát teljesítették. Ez a mászógép, Jumárnak is hívják, és akkor ebbe idegbe kerül a kötél, rácsatolsz, és akkor, hogy fölfele tudod tolni, lefele megakad, és akkor a kötélen meg lehet tartani magát az ember. Kerekes Éva gépe néhány nappal ezelőtt landolt Ferihegyen, a szenzációs csúcshódítás kapcsán televíziónk, amint hazaért, fel is kereste. A hegymászó a riportra magával hozta felszerelését, így első kézből ismerhettük meg azokat az eszközöket, amelyek segítették az útján. A hétköznapokban könyvelőként tevékenykedő, sokak által marosmenti nagymedveként is ismert Éva 2014-ben gyalogolta végig az El Caminót, mely során beleszeretett a hegyek világába. Egy évvel később születésnapját már az Alpokban, a 4800 méteres Mont Blanc tetején ünnepelte, ezután pedig nem volt megállás. Felkapaszkodott már az 5644 méteres Kalapatára, az Elbrusra, a Merapíkre, valamint a 7126 méteres Himlung Himára is. Legutóbb földünk 8. legmagasabb hegyét, a Nepálban található Manaslut szemelték ki maguknak Herceg Angelika mászótársával. A már tavasz óta szervezett expedíciót végül szeptember 28-án vitték sikerre, ugyanis elérték a 8163 méter magas csúcsot első magyar női hegymászóként. Az ember, amikor eléri ezt a 8000 méteres magasságot, nagyon fel se tudja még fogni, hogy tulajdonképpen hol is jár. Annyira mondhatom azt is, hogy euforikus állapotba kerül a ténytől. Mi olyan reggel 6 óra körül értünk el a csúcsrégióba, ilyen 8060-70 méteres magasságba, és hát döbbenten tapasztaltuk, hogy úristen, milyen sokan állnak előttünk sorba a csúcsig, úgyhogy közel 2 óra hosszát várakoztunk, hogy mi is felülhessünk a közel 2-3 négyzetméteres csúcsra. És hát meglobogtattuk jól a magyar zászlót, meg a makói zászlót is egy picit lejjebbről. Nagyon sokan voltunk. Azon a napon több mint 100-an értek csúcsra. Ezen teljesítményhez a mentális kitartás mellett nagy szükség volt a fizikai strapabírásra is. Ezért Éva heti 3-szor járt edzőterembe, és mindez kerékpározással is kiegészítette. Mindemellett azt is megtudhattuk, hogy közel másfél hónapot töltöttek külföldön, ez idő alatt pedig egy kicsit ismét belekóstolhattak a nepáli kultúrába is. Nepál nagyon szép ország, gyönyörű színes kultúrával, rengeteg buddhista és hindu vallású emberrel, gyönyörű vallási környezettel, meseszép épületekkel, úgyhogy most is volt alkalmunk arra, hogy eljussunk például Bhaktapurba, ami egy királyi város, és megnézhessük a gyönyörűbbnél gyönyörűbb királyi épületeket, illetve gyönyörű szerzetesek otthonaiba látogathattunk el. Éva azt is hozzáfűzte, hogy a kihívás az egyik legfőbb tényező, amiért szereti űzni ezen extrém sportágat. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az, hogy további terveik között újabb, technikásabb 8000-es hegyek szerepelnek.
A 2017-es évben elnyert idősbarát önkormányzat díj után 2018-ban pedig a családbarát önkormányzat díjat nyerte el Makó. Az elismerést a Nagycsaládosok Országos Egyesülete ítélte oda, a marosmenti települő és az 5000 fő feletti városok kategóriájában érdemelte ki. A makói önkormányzat számos olyan támogatási formát vezetett be az elmúlt években a településen, amelyek nem tartoznak a kötelező feladatok közé, ám itt mégis fontosnak tartják, hogy ilyen módon is segítsék a helyieket. A bébi kötvény összegét például 100 000 forintra emelték, a bárányhimlő elleni védőoltást ingyenesen biztosítják, beiskolázási támogatást juttatnak minden családnak, valamint megalkották a Makó Számít Rád ösztöndíj rendszert. Elindították a fecskelakás programot és az ingyentelkek osztását a csokhoz kapcsolódva. Önkormányzatunk 2014 óta törekszik arra, hogy olyan intézkedéseket, önkormányzati döntéseket hozzon meg, amelynek tekintetében elsősorban a munkaerőpiac világában meg tudja tartani a fiatal makóiakat, illetve a fiatal családokat. Másrészt pedig olyan támogatási infrastruktúrális fejlesztéseket indítottunk el, amelyek a város megtartó erejét segíti elő, és itt elsősorban természetesen a fiatalokra szeretnénk támaszkodni. Az infrastruktúrális fejlesztések kapcsán Farkas Éva Erzsébet azt is kiemelte, az államnak is köszönhetően több százmillió forintot költöttek a városban lévő oktatási intézmények fejlesztésére, felújítására, de a családbarát életérzés megteremtése is céljuk. A Hagymatikum például Európa legjobb családbarát fürdője lett tavaly. A mostani díjat odaítélő Nagycsaládosok Országos Egyesületének makói szervezetét vezető Marsiné Bánó Krisztina mindehhez hozzátette, az ő központi jelszavuk, hogy nagy családban élni jó, és erre szeretnék felhívni az itt élők figyelmét. Úgy próbáljuk ezt közvetíteni nekik, hogy nagyon sok programot szervezünk, amiben a családok közösen tudnak tevékenykedni, és ebben nagyon sok segítséget kapunk az önkormányzattól, hogy ezek a programjaink a családok számára gyakorlatilag ingyenesek, hisz közösen el tudunk menni kirándulni, kajaktúrára, kézműves foglalkozásokon tudunk részt venni, és ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a családokat erősítse. Mindemellett tavaly egy család- és karrierpont is nyílt a Hagymaházban. A projekt felelőse Andrássy Lilla ennek kapcsán kiemelte, jogi és pszichológiai tanácsadáson kívül hamarosan képzéseket is indítanak. A részletekről jövő heti híradónkban számolunk be. Egy olyan nagy múlttal rendelkező város, mint Makó joggal tarthat igényt arra, hogy az épített természeti és írott öröksége jó helyre és jó kezekbe kerüljön. Mondta Lázár János országgyűlési képviselő tavaly novemberben a Makói Levéltár új épületének átadó ünnepségén. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Latorcai Csaba János közigazgatási államtitkár, valamint dr. Szabó Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója. A létesítmény megszentelése után közös bejárásra is sor került. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával 130 millió forintos állami forrásból, valamint 20 milliós önkormányzati önerőből költözhetett új épület együttesbe a Makói Levéltár. A teljesen felújított, védett homlokzatú villaépületen és pavilonon túl egy újonnan épített galériaraktár is szolgálja ezentúl az intézményt. Ezek kifogástalanul megfelelnek a 21. század követelményeinek és méltó helyéül szolgálnak a közel 2 kilométernyi iratanyagnak, melynek legrégibb darabja a 17. század második felében keletkezett. Az átadó ünnepségre ma délelőtt került sor, ahol Lázár János országgyűlési képviselő megköszönte a beruházással kapcsolatos áldozatos munkát. Arra vállalkoztunk 2014-ben, hogy újjá szervezzük a polgári Makó városát, hiszen polgárhely és egy polgárváros volt mindig is Makó közössége, és ennek a polgári kultusznak és kultúrának az írott örökségét is szerettük volna jó helyre helyezni első lépésképpen a múlt megőrzése, megismerése és megismertetése okán. Mindenféleképpen egy olyan nagy múlttal rendelkező város, mint Makó városa joggal tarthat arra igényt, hogy a épített természeti és írott örökség jó helyre kerüljön, jó kezekbe kerüljön és gondját viselje
Makóváros adófizető közössége és természetesen az ország is. Hozzátette, örömmel tölti el, hogy a kormány felismerte a térségben rejlő tartalékot. Pozitívumnak tartja továbbá, hogy a városvezetés részéről vannak ambíciók és kezdeményezések arra vonatkozóan, hogy Makó újra a 20. század első feléhez méltó polgári közösséggé váljon. Az ünnepségen köszöntő beszédet mondott dr. Latorcai Csaba János, közigazgatási államtitkár, aki rávilágított, a levéltáraknak napjainkban egyre nő a népszerűsége, egy-egy városban vagy térségben fontos küldetéssel bírnak ezek az intézmények. Magam is vallom Szent István királyunk azon hitvallását, amely az 1009-ben kelt veszprémi adománylevélben olvasható, aki a múltat nem ismeri, a jövőt nem érdemli. Ennek a szellemiségnek a jegyében tartotta fontosnak Magyarország kormánya, hogy Makó városával összefogva biztosítsa a Csongrád megyei levéltár makói levéltára új épületének kialakítását, továbbá az archívum elhelyezéséhez szükséges eszközök beszerzését. Ezután dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója vette át a szót, aki elmondta, a modern és megbízható környezet garancia arra, hogy a Szegedről 2019 elején a makói levéltárba áthelyezésre kerülő Csanád vármegye iratanyaga jó helyre kerül majd, és megőrzése biztosított lesz. Hozzátette, a levéltár intézménye általánosságban fontos szerepet tölt be egy társadalom életében. Amikor menekülnie kellett mondjuk egy nemesnek tatárdulás törökvész elől, soha nem az aranykupákat, meg a drága ruhákat, meg a kardokat vitte magával, hanem amit biztos, hogy beventett ide a szíve fölé, azok a zoklevelei voltak. Mert akárhogy alakult a helyzet utána, azzal tudta igazán, hogy ő neki jussa van arra a földre, arra a területre, amit valamikor a királytól kapott. Tehát az identitás megőrzése az egyik legfontosabb feladat a levéltárnak. Az ünnepség végén Bíró István görögkatolikus parókus áldotta meg az épületet, utána pedig a résztvevők közösen járhatták be az újonnan átadott létesítmény helyiségeit. Makónak minden sikerül, Vásárhelyen meg nem megy semmi, emelte ki Lázár János azon a tavaly decemberi sajtótájékoztatón, ahol egy újabb támogatás a Juhász Gyula Református Gimnázium felújításának jó hírét oszthatta meg a marosparti város lakosaival. Ugyanitt arról is beszélt, a település fejlődése példaértékű, hiszen az iparűzési adóbevétel a duplájára nőtt, az idegenforgalmi adóbevétele pedig meghatszorozódott az elmúlt években. A sikerhez a kormány is igyekszik hozzájárulni, hiszen az elmúlt hetekben jó néhány olyan pozitív döntés született, amely Makót közvetlenül érintette, emelte ki az országgyűlési képviselő. Nem tudom, hogy hogyan csinálják a makóiak, de azt mondhatjuk, hogy Makónak minden sikerül, Vásárhelyen meg nem megy semmi. Látványos a különbség. Ezt talán érdemes egy kicsit körbejárnunk. Mindenek előtt szeretném azt elmondani, hogy Makó városában egy tudatos építkezés zajlik. Ennek vannak fokmérői, és lehet látni ezt. 2012-ben a városiparüzési adóbevétele 750 millió forint volt, az idén decemberben 1,4 milliárd forint lesz a 2018-as iparüzési adóbevétel, tehát az elmúlt 6 évben megkétszerezte Makó közössége a gazdasági teljesítményét, és 3%, illetve az alá csökkent a munkanélküliség. Ez két olyan adat, amely nyilvánvalóan beszédes a gazdasági helyzetet illetően. Majd arról is beszélt, az egyik legkiemelkedőbb fejlesztése a Hagymatikum fürdő bővítése lesz, amely összesen 5 milliárd forint kormányzati támogatásból valósul meg, valamint egy 100 szobás, 4 csillagos szálloda is épül, a beruházó 70%-os támogatást kap ehhez is. Itt kiemelte, 2012-ben 10 000 volt a vendégéjszakák száma Makón, 2018-ra ez 44 ezer lett. A turisztikai ügynökség nem kevesebbet állít, mint hogy az Hagymatikum megépítése, sportuszoda megvalósítása, szállásférőhely bővítés után a mostani 40-50 ezer vendégészak a 150-200 ezer vendégészakára fog fölmenni a következő években. Meg hatszorozódott a idegenforgalmi adóbevétele Makó városának az elmúlt 8 esztendőben, tehát látványos az előrelépés és a fejlődés. Végül Lázár János összegzésképpen kihangsúlyozta, a kormány eddig mintegy 24 milliárd forint támogatásról hozott döntést, amely Makó városát érinti. Kedves nézőink, ezek voltak a 2018-as esztendő legérdekesebb és legkiemelkedőbb pillanatai. Ha lemaradtak róla, vagy csak újra néznének egy-egy eseményt a VTV Makói YouTube csatornán és weboldalunkon, a www.makotv.hu oldalon mindent megtalálnak.
A 2019-es évben is számítunk megtisztelő figyelmükre, legközelebb holnap jelentkezünk ismét aktuális híreinkkel. További jó televíziózást kívánok, viszontlátásra!